A Csermák Antal Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény tanári kara és növendékei nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A Megyeszékhely Zeneiskolájának karácsonyi hangversenyén 29 éve hagyományosan az iskola zenekarait, együtteseit, kórusait hallhatjuk az ünnepvárás jegyében. A mai esten közel 300 zeneiskolai növendék szeretne emlékezetes pillanatokat szerezni Önöknek. Karácsonyi hangversenyünk nyitányaként a részfúvós kisegyüttes és a magánének tanszakos növendékek alkalmi kórusának előadásában Körbi Show karácsonyi fanfár című műve csendült fel. Felkészítő tanáraik Völler Adél, Gergely Hajnalka, Ötvös Károly, Tari István, Szuromi Miklós voltak. Vezényelt Szuromi Miklós. Most felkérem Ötvös Károlyt, az intézmény igazgatóját köszöntőjének megtartására. Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket karácsonyi hangversenyünkre. Hát nagyon jó, hogy ennyi zenedést láthatunk itt. Zenedés gyerekek, zenedés szülők. Iskolánkban 830 tanuló jár ebben a tanévben, és egy évben szeretnénk egy olyan alkalmat teremteni számunkra, hogy mindenki valamilyen módon színpadra kerüljön. Hát ez nagyon nehéz, megmondom őszintén, hiszen az elmúlt héten itt a várakozás, a karácsonyi hangulat idejében már egy nagyon szép hangversenyünk volt a zeneiskolában, átmenti hangversenyként, ahol más együtteseink, kis együttesek, alkalmi csoportok felléptek, és ott is nagyon sok gyermek, több mint 200 gyermek szerepelt a színpadon. Ma a nagyobb együtteseink és kórusaink szerepelnek, és kérem, hogy fogadják majd szeretettel a műsorokat. Nagyon nagy lelkesedéssel készültek erre, ugyanúgy, mint ahogy mi készülünk erre a, azt hiszem, a családok számára, illetve mindenki számára a legszentebb ünnepre a várakozás idejében, a karácsonyra és a szentestére, hiszen egy hét múlva, ilyenkor este már valószínű, hogy mindenhol karácsonyfát már fölállították, várják a Jézuskát, várják az ajándékot. Mi más ajándékkal nem tudunk szolgálni Önöknek, mint hogy felkészítettük a gyerekeinket, növendékeinket arra, hogy egy ilyen szép műsorral együtt énekelnek, együtt muzsikálnak, hallgatassák meg őket. Ez az együtt muzsikálás, együtt zenélés, ez egy nagyon fontos dolog az életben, azt hiszem, hiszen nem csak a tanárra, nem csak a karmesterre, a karnagyra kell figyelni, hanem egymás mellett állva egymásra is. Nagyon jó lenne, szerintem gondolom Önök szerint is, hogyha ez a hétköz napjainkban is ugyanígy történne, egymásra figyelni, szeretettel, megbecsüléssel és becsülettel. Azt hiszem a beszéd helyett sokkal többet ér a zene, a muzsika, és a muzsika szavaival kívánok a gyerekek növendékeink és tanáraink is, én is Önöknek nagyon boldog áldott ünnepeket, és ha lehet, még boldogabb új ünnepet kívánok. Köszönöm szépen! Hagyományainkhoz híven a zenede legkisebbjei is szereplői a karácsonyi hangversenyünknek. A kicsinyek kórusában előképzős és első osztályos növendékek énekelnek. A fafugós tanszak növendékeiből alakult együttessel közösen adnak elő négy karácsonyi gyermekdalt, melyeket hangszerelt és zongorán közreműködik Erdélyi Ágnes. Betanították a fafugós tanszak tanárai Fátrai Gabriella, Löffler Marianna, Tombor Beáta, Szemes Zsuzsanna, Hajasz Szilárd, Pintér József Sándor, Németh Róbert és a szolfés tanszak tanárai Döbrönte Ágnes, Erdélyi Ágnes, Mosdényiné Barai Mária és Tari Anna. Vezényel Pintér József Sándor.